Szevasztok! Még mindig a kék téma, méghozzá 372 XP. Ahogy látható, szaporodnak mind a nyulak. Lett még egy belőle. Igaz, ebből csak egy harmad része az enyém. Ezt a két gépet már láthattátok. Ugye ez az enyém, ez a gyári. Ez a Laci kollégámé. És most bővült egyel a csapat. Ő pedig már kollégámé. Úgyhogy ja. Ezeket fogjuk összehasonlítani ebben a videóban. Aztán mondom is, mi lett csinálva, mi nem. Ugye ez az enyém, ez a gyári, ez nem lett hozzányúlva. Elég sokat ment már amúgy. Szeretem is, nagyon jó gép. Eddig nem szeretnék hozzányúlni, ameddig nem muszáj. Aztán ha széthullik, akkor meg lesz csinálva ez is. Valószínű. Aztán Laci gépe. Hoppa. Erről annyit kell tudni, hogy full gyári kínai blokk, azaz nem lesz széthúzva a blokk, maradtak a kínai csapályok, hőtenger, stb. Henger is maradt, viszont meg lett portolva a hengere. Nem lett leültetve a henger, nem lett belőle esztergálva, hanem kapott egy magasabb dugót, azaz a 268-nak a dugóját kapta meg, az ártat. Ez ugye magasabb, ebből lett készítve egy pop-up dugó, hogy ne érjen bele felső voltponton. Így emelték rajta a kompressziót. Lett egy kis kipumod is, itt meg lett furkálva, hogy látható, kapott egy ilyen szép rácsot. Dual port, muffler. Aztán, ja, még a lentkerék lett könnyítve, le lett belőle esztergálva, könnyebb legyen. Kb. Ez ennyi. Aztán a harmadik, legújabb, ezt még nem láthattátok videón. Na, hát erről annyit kell tudni, hogy majdnem olyan, mint a Lacié. Annyi, hogy ez is ugye megmaradt a gyári kínai blokk, kínai csapágyazás, hőtengely. A henger lett ugyanúgy megportolva. Itt se lett ültetve a henger. Ugyanúgy kapott egy 268-as dugót, viszont ez már egy nyitott dugót kapott. Itt is van egy brutálabb muffler port, ami így néz ki, szép nagy kidörgő. Aztán ez még annyival több. Hogy egy 390 XP után gyártott karbit kapott, ami ugye nagyobb. Látható, hogy ki van húzva a szivatókar. Inverz működik, ha be van nyomva, akkor van szivatónak, ki van húzva, akkor van nyitva. X-Torque-nak a légszűrő csonkját kapta meg, mert ugye itt el van tolva a urat ezen a karbin. A szivótorok az maradt, az csak be lett forgatva, aztán végül is ennyi. Nem tudom, most szerintem mérjünk egy kompressziót. Most rakom vissza. Mérjük fel a gépekbe a kompressziót. Most is kíváncsi vagyok enyémre is, hogy több lett-e vagy kevesebb.
Kezdjük a gyárival. Hidegek a gépek amúgy. Tizenegy bar a gyáriba, hidegen. Nézzük meg a lacérét. Na hát itt már azért 14-es, 14 bár, itt azért már van benne. Szép. Aztán jött az utolsó.
Ez pedig majdnem 15-14 és fél. Kb. Na, úgyhogy ezekben van, rendesen. Ha mennek is, mennek is. Nyilván. Na, úgyhogy... Fölrakom rájuk ezt a lapot, mindegyikre, láncot, ezzel a konfiggal fog menni a cumorát. Meg ugye 7 fogomban mind az összes. Úgyhogy el is köszönök, szevasztok. Aztán jöhetnek a vágás videók. Oh.